Egy nappal a Pusztertal Wolfétól elszenvedett hazai vereség után a Vienna Capitals ellen alaposan bekezdett a Hidrofehérvár AV19, hiszen kevesebb mint 5 perc alatt már 2-vel vezetett. Előbb Leclerc bámulatos levegőből betett korongjálán ünnepelhetett a fehérvári csapat és közönség, amit Philips lövése előzött meg. Majd Stipsis bombázott a Capitals kapujába, vagyis ezúttal kifejezetten jól sáfárkodott helyzeteivel a volán. Igaz, még az első harmadban szépíteni tudtak a bécsiek, és ez sem volt épp csúnya gól. Wenger egy amilyen finom, annyira hatásos csukló mozdulattal emelte fel a pakkot horvát kapujának, bal felső sarkába. A középső harmadban viszont csak fehérvári gólt láthattunk, és kulcsfontosságú volt, amikor a játékrész felén túl Terbócs egy remek összjáték végén ismét 2 gólosra tudta növelni az előnyt a meggólitól kapott gólpasszból. Fél perc sem telt el, amikor Hári is irgalmatlanul kipúposzta a vendégek hálóját, miután váratlanul tiszta lövőhelyzet adódott előtte. Ezzel megnyugtatóvá vált a volán előnye a záró harmadra, amelyben már csak egy bécsi gól született Fischer révén, de ez is csak 18 másodperccel a vége előtt, vagyis magabiztosan 4-2-re hozta a meccset Kis Dávid csapata, és a most következő válogatott szünet előtt továbbra is második helyről várhatja a bajnoki folytatást. Egyből 2 gól sem jöttünk szert, azt hiszem jó alaphangot is adott ez nekünk, rengeteg energiával játszottunk mind a 4 sorunk, nagyon jól ment, és utána onnantól kezdve azt hiszem annyit támadtunk, amennyit lehet, de próbáltuk nem feladni a védekezést is, ezért sikerült jó 3/3-ot produkálnunk. Most tehát a válogatott program miatt 2 hetes szünet jön a ligában, legközelebb jövő pénteken a Klagenfurt ellen játszik, ismét hazai pályán a Hidrofehérvár AV19.